Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megnevezett csetépőség önkormányzatának 2022. december 8-án napján, mai napon 18 órától tartó nyilvános ülése. Megállapítom, hogy a fényső testület határozatképes, hiányzik egy fő. A mai napirendi pontjaink, első napirendi pont, polgármesteri beszámoló lejárt a tegnapi döntésekről, második napirendi pont az önkormányzat 2023 évi átmeneti gazdálkodásáról, a harmadik a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása, a negyedik a belső ellenőrzési terv próbálhagyása, ötödik döntés foglalkoztatásegészségügyi szolgáltásról, hatodik iskolai körzetárok tervezete, hetedik energiai szolgáltási szerződések, energia megtakarítási rendelkezések, 8. központi címregiszter rendszer kezelése, 9. rendőrpakintásán 2022-ben beszámolójának elfogadása, 10. vegyes ügyek, majd azt követően zárni és rendelünk el. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy van-e esetleg egyéb napirendi pont felvételi javaslat, mennyiben nincs és elfogadják a napirendi pont javaslatot, kérem tisztelettartásra kezdeni. Köszönöm szépen. A részletes polgármester beszámolóról, ha megengedjük, akkor most bővebbet nem mondanék, hiszen az előző 50 percben a település működésének és az elnökét kapcsolatos közmeghallgatásoknál a beszámolót megtartottam. Talán annyi, hogy elfelejtettem mondani, hogy megnyílott az edzőterem a régi edzői lakásban, és egy újabb szolgáltással bővült a csetényi fiatalok által elérhető lehetőségek táháza, közigazgatási határozatokon belül csetében. A lejárt határidejű határozatok, már az a jó, hogy nem járt a semmi, minden el van készítve. Rövid beszámoló, a polmester leszták a jóvágyása, ugye ez közéletté van mondva, hogy már az említében, a Kulicser kastély délkeleti szárnyának kicsitalanításával kapcsolatos döntés, úgy szintén közéletében az említében, szerződéskötésünk folyamban van, közmeghallgatási időpontját annyira meghatároztuk, hogy már túl is vagyunk rajta. Igazgatási szünet elrendelése megtörtént, ugye a felhasználása közül, hogy a csötétkösség önkormányzatban a közös hivatal a 2022-23-tól 2023-28-ig igazgatási szünetet rendelte, így alkalmazkodunk a központjának direktívához. Helyi adópolitika adómértékek meghatározásával a legutóbbi döntés ugye közétületével, az elmétében Mikulás csomagokat elkészítése az közéletében, ez olyan van, aki az alapogást azt mondja, hogy teljesítés, ugye? Szociális tűzifog kérelme. Kész van. Na, akkor Rudolf már az üres csomagban visszatért a helyére. A szociális tűzifog kérelme, bírál, vegyéni kérelme, közéletnek az elmétében, kihirdetése került és a szociális tűzifák kiszállításra kerültek, pótigények érkeztek, ezeknek a felvizsgálata jelenleg zajlik a kérelemben, és a búza pályázat bírálata, úgy szintén közéletében elmondhatjuk, hogy napra készül a tal. Köszönjük szépen a munkát! Akkor a Csepp-Népközség önkormányzatának 2023-i átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása. Ugye ez alapvetően feladatunk, hogy amíg nincsen 2023-ban elfogadott költségvetésünk, addig átmeneti gazdálkodás szerint működik az önkormányzat. Ezt minden évben decemberben meghozzuk egy döntést erre az időszakra. Ez a rendelet ezt tartalmazza. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy átolvasták-e, van-e biztos, hogy átolvasták, van-e kérdésük, hogy ki tudja tenni a kapcsolatot. Nincs is, elfogadják, kérem tisztelt a testvérzést. Köszönöm szépen. Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása van előttünk. Ugye jelenleg is van egy hatályos rendeletünk a
kapcsolatban ugye többen érdeklődtek rá, illetve az útnak parcellával kapcsolatban, hogy milyen feltételek mellett tudnak majd ott temetni. Jelenleg a sírhely megváltási díjaink azok továbbra is a hatályosan maradnak, hogy az 1-es sírhely 12-es sírhely 23-as sírhely 30, és urna sírhely rátemetés esetén 10.000 forint. Amit viszont módosítanunk kell, az urna fal, urna fülkében történő elhelyezés. 10 évre tudunk biztosítani a lehetőséget. Itt egy kétszemélyes urnafalban az elhelyezés az 80.000 forintra emelkedne, vagy 80.000 forintban határoznánk meg, megvizsgáltuk a környező díjakat is, azok ezzel összhangban vannak, és annyit szeretnék azért hozzátenni, hogy a 62 férőhelyes urnafal kialakításának a költsége, mi az 5 millió forintot meghaladó összeg volt. Tehát valójában ezeknek a beruházásoknak valamilyen módon mi ezt megfizetjük a temetkezést igénybe vevők helyet. Hiszen nekik ebben nem fognak csináltatni ugye a rendes sírhelyet, ugye ez nem, az, nem egy útszapelfarcernás elhelyezés, és itt olyan árat kívántunk meghatározni, ami azért összességben elfogadható, és figyelembe veszi a környező településeknél már meghatározott árszintet is. Ugye van még az urna parcellás részünk, ahol viszont 15.000 forintra 15.000 forintban elállítjuk meg az elhelyezés költségét. Ugye ott vannak olyan részeink, ahol egy parcellában kettős sírhely alakítható ki, az a 2x1 méteresben, a 2x2 méteresben pedig 4 más sírhely alakítható ki. Ezeket az árakat határozzuk meg. Van esetleg ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés? Jó, akkor a tisztelt képviselőtestület elfogadjuk, ilyen tisztelkodással lesz. Köszönöm szépen. Következő belső ellenőrzési terv elfogadása. Ugye minden évben jönnek a belső ellenőreink, akik megvizsgálják a hivatal működését, és ezzel kapcsolatban fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg. Ezen fejlesztési javaslatok megtartóak már a csapott anyagban, ugye ezeket ütemezettem a testületben, a közös hivatal dolgozó jegyzőveszű irányításával végrehajtják. Van-e esetleg kérdés? Hála Isten előződést a és a belső előjelzés is azt mutatja, hogy megfelelő szakmunk az egyik az önkormányzat közös hivatalában. Ha nincs, akkor kérem készteltetésre, hogy ezt nem elfogadják. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont. Ez gyakorlatilag nem bonyolult, hiszen a kormányhatározat
határozatban rögzítve van az, hogy milyen áron lehetünk ezt a szolgáltást, és akkor az előterjesztés tartalmazza azt, hogy a szerződést az IRC Erzsébet Polgártelő Intézettel kötjük meg, pedig főigazgató úrral írjuk majd alá ezt a szerződést, melynek értéke nem túl magas, néhány tízezer főnök körüli összegből van szó, per fő per év. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Az csak a mellékben, mert az nem lesz lenne az alányszerűzés, vagy az önlapnál szóval szívban. Jó? Ugye minket is érint az energiaválság, ezért intézkedési tervet fogadtunk el. Doktor formailag már többször tárgyaltunk arról, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy rezsiköltségeket alacsony szinten tartsuk. Itt az itt leírt ugye, többek között megcsináltuk a felülvizsgálatot, napi üzemeltetési időszak működési szokásainkat felülvizsgáltuk. Ugye beállítottuk azt, hogy maximum 20 fok lehet munkaidőben a területeinken, kivéve azokat. Jó, gyerekeknél nincs korlát, gyerekeknél melegnek kell lenni, és a hivatalban sem 18 fokot, akár azt mondjuk, hanem 20-at, mert inkább fizetünk több gázszámlát, mint kevesebb vagy munkát el kell végezni. Összességében alacsony a gázfelhasználásunk. Heti riportot készítenek nekem a kollégák, hetente leolvassák, következő adatokat tartalmaznak. A tartalmazó fogyasztási helyet a heti átlag nappali hőmérsékletet, a heti átlag éjszakai hőmérsékletet és a heti fogyasztás mennyiségét. Nagyon extrém. A múlt héten a fogyasztásunk, a gázfogyasztásunk meghaladta az 1000 köbméter. Mindezt november első hetében 220 köbméter volt. 224 volt november első hetében, és most november utolsó hetében, és december 5-ig 1039. Na most, ha 700 forint lesz véletlenül a gázszámla, az gyorsan felbeszámolja, hogy az 700.000 forint. És úgy ennyi, hogy a kastély az, ami ugye, én elmondtam, az átadó beszél utolsó szakaszának, szakaszában benne van, ha nem emelkedik a gáz, akkor nem lesz baj. Ez 2021. szeptember 18. Diana névnapján. Tehát ott Freud elszólás, önmegvalósítás. Jóslat, rendben van, végül gázzal fűtünk, nincs cserélyük rá, akkor nem emelkedik a gázára, nem ez van. Na, jelenleg a kastélynek 15 fok a temperálási hőmérséklet, a kastélynek az energetikai besorolása ugye a legutolsó, hiszen végig kőfalak vannak, de maga az épület állandóvásárlóval kapcsolatban is mégis szükséges. Ugye itt a probléma az az, hogy jelen, hogyha szerintem a villanyag ugye jól állunk, akkor adódóan, hogy 2024. december 30-ig a közvilágítási díjaik
azok el vannak fedve, ott a tavalyi állványok vannak, illetve valamennyi intézményünk, ugye mindig is energiatakarékos izzókat használtunk, levízók, ledeket használtunk, és vannak napelemei, tehát szerintem a villanyra nekünk nem lesz gondunk. A gáznál lehet gondunk, azt pedig egy lakasté okozhatja a problémát, de a 2023-as költséget is le kell terveznünk, szerintem rezsire 25 millió forintot, ez a mostani betervezett költségeknek a négyszerese. De meglátjuk, hogy hogyan fogjuk tudni ezt leszorítani, a kastély az egyetlen probléma. De ha leeresztjük a vizet, falfűtés, minden, én azt gondolom, hogy maga az épületben keletkező kár lényegesen másabb lesz, inkább lehet, hogy el kell engednem azt a gondolatot, és hallgatva nem a hívó szóra, de a jó szóra, hogy a kastély hasznosítását újra kell majd gondolni esküvők szempontjából, nagyon szigorú feltételek mellett, mert hogy ki kell termelnünk valamilyen módon ezt az igazatosan nagy költséget. Jó? Az akcióterv között pedig tartalmaz természetesen olyat, hogy a csökkentett idői jelenlétű dolgozók esetében home office történő átállás, és minden ehhez kapcsolódó. A szeretném kérni a tisztelt képviselő testületet, hogy amennyiben ezt elfogadják, illetve az ebben lévő határozatot, ugye a kormány ki fogja jelölni az állami szolgáltatónak az árát, és akkor a szerződők nem fog külön közbeszerzéseket befolytatni az MVM-nek, ezt tekintünk szerződést, hogy ehhez hozzájárulni szíves minden meghatározott határozatok szerint. Elfogadjuk. Igen, köszönöm szépen. Központi címregiszter. Központi címregiszter. Én be akarok nyitni, bocsánat, csak nem tudom pontosan az évet, hogy mikor kezdtünk el foglalkozni a KCR-rel, hivatalon belül. A KCR a rövidítés a központi címregiszternek. Szerintem ezt a feladatot nagyon sokszor lezártuk. Minden évben műveljük. 2020-ban 20-án nyithattuk újra. Gyakorlatilag mindenki tapasztalja, a probléma az, hogy akár ingatlanadás vételekor is, hogy eltér a helyen az egy szám és a ház címe. Ugye most ezt végre találtunk, nem is találtunk, hanem kínálkozunk egy lehetőség. Ugye valamennyi önkormányzat ezzel küzd, van egy vállalkozó, aki gyakorlatilag összerendeli ezeket az adatokat a helyi számokat, a címekkel, és akkor megalakul. Lévtől még a cseténytelepülésre vonatkozó központi címregiszter, és utána ezt már csak karban kell tartani. Ezt jegyzőasszonnyal egyeztetve szeretnénk megkötni a közös hivatallal, és akkor így megoldani ezt a hiánypótló munkaerőm, és ez adna majd még lehetőséget arra is, amit én már nagyon régóta szeretnék, hogy egységes utca, ház, tehát a házszámok legyenek ott mindenhol. Mert ha jön a mentő, ha jön a tűzoltó, már az is segítség, hogy ki van a kapva az utcok névtábláink, aki nem dönti valaki reggel fél hétkor, ugye most a Törekvés utca elején volt egy kicsit piti malőr, de aki megoldotta a kidöntést, telefonált és elnézést kért, és vállalt ennek a visszaesett költségét, de két héttel ezelőtt volt egy tűzeset faluban, hál' Istennek lett tragédia belőle, de jelezték a tűzoltók, hogy azért jó, hogy ki van rakva a maga az utca, mert hogy sok felülése még az sincs jobb, pedig kötelező, és ugye tudjuk azt, hogy mennyire gond az, amikor nem látszik még a házszám sem, és nem tudja, hogy mikor jövő a mentő és találja meg az éppen ellátásra szoruló állampolgárt. És még egyből vélekülön felhívta a tűzeset a figyelmet, hogy nehezen találtuk meg a csapot, a tűzcsapot,
és most felülvizsgáljuk az összes ilyet a faluba, végig fogják járni a kollégák, ugye van róla egy közműtérképük, hogy hol van, és újra lecsék az összes ilyen jelzettáblát, hogyha legközelebb ilyen van, akkor ne menjen el azzal még 5 perc se, ahogy hol van a tűzcsap, mert azok a percek is nagyon-nagyon sokat fognak jelenteni. És így a KCR-nél is, ugye azt meg az a lehetőség, hogy 500 ezer forint körüli összegről beszélünk, amilyen tervezik ezt a tevékenységet, ezt a kollégák megfelelően körbejárták. Az 500 ezer forintból 390 ezer forint az Csepén, tehevé 110 ezer forint fogja majd terhelni szápárkösséget. Csepénben 702 darab címban ház, szápáron 196. Jó, hogy akkor ezt elvégeztetjük, és akkor benne a harmadat esetben a kollégák elvégzik. Kérdő valamit? Jó. Ha ezt elfogadjuk, akkor ezt kérem készletartásra. Rendőrkapitányság éves beszámoló. A közmeghallgatás során az első napi rendi pontban ismertetésre került 17 órakor a rendőrségi beszámoló, a képesítés csapatok ismételten megismerhették, hiszen már otthon egyszer eltanulmányozták, úgyhogy elfogadják, akkor kérem készletetésre érzik. Igen, köszönjük szépen. Mivel vegyes ügyekben, egyéb ügyekben észrevétel javaslat nem érkezett a tisztelt képviselőtestülettől, így a 2022 évi utolsó testületülést akkor most bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jelen volt az éves aktív munkát és közreműködést, és mindenképpen köszönöm a júliusi egyeztetést is, amit ugye közössel folytattunk, a bízom benne, hogy a 2023-as év is tartogatlan számunkra olyan tevékenységet, mert tényleg örömmel kerüljük, és közösen tovább tudjuk fejleszteni a településünket. Mindenki, minden nézőnek áldott ünnepet és kellemes boldog.